Tisztelt nézők, közeledik a tanév vége, és ezért a Kelet-Pesti tankerület igazgatóját arra kértük, hogy számoljon be nekünk néhány olyan tapasztalatról, amelyet összegyűjtöttek az elmúlt hónapok során. Úgyhogy rögtön bele is vágunk. Tehát valóban a kérdés az, hogy az elmúlt vagy lassan elmúló tanévben, Végül is ö, voltak -e olyan mérföldkövek, olyan jelentős tapasztalatok, amelyekkel, ö, ha úgy tetszik, gazdagodik a krónikájuk. Mindenféleképpen, üdvözlöm én is önöket. Ö, azt kell tudni, egy iskola életében van egy tanévkezdés, a nagy eseményekkel, van a fél év, és van az év vége. Ugye a fél éve már túl vagyunk, a fél év abból a szempontból a nyolcadikosoknak, illetve az érettségizőknek egy különleges szempont, mert ők a továbbtanulásra készülnek már, így nekik nagyon fontos, hogy hogy sikerül az az eredményük, illetve lezajlottak már a nyolcadikosok számára központi felvételik is. Sőt, most már az elmúlt hetekben, egy két hete már az is kiterült, hogy nyolcadikosainkat hova vették föl, melyik középiskolába, szakgimnáziumba, folytatja majd szeptembertől a tanulmányait, illetve a végzőseink azok éppen most érettségizgetnek. Múlt héten már lementek a főbb tantárgyak, most jönnek a biológia, a földre, az kémia kisebb tantárgyak. Tehát én azt hiszem, hogy most az évvégi hajrá következett el mindenki számára, nem csak a végzősök, hanem a tanulók számára is, mert még bár hosszabb a tanév június 21-ig, de azért most már mindenki látja az alagút végét, hogy már közeledik a tanév. Vége. És milyen volt ez a tanév? Ö, olyan, mint a többi, vagy voltak-e eltérő jeléi? Szerintem olyan volt, mint a többi aránylag. Ö, mindig vannak versenyek, mindig vannak sikerek, aminek nagyon örülünk. Tehát ugye a két ö, kerületből. Kőbánya és Rákos mentéből a 27 iskolában nagyon sok tanuló, nagyon sok tehetséges tanulónk van, akik különböző megmérettetéseken, versenyeken, gimnazisták, OKTV-ken igen szép eredményeket értek el. Mondja, hogy alakult a tanuló létszám, hiszen ezt ugye önök azért folyamatosan figyelemmel kísérik. Igen, természetesen. Lezajlottak már az elsős beiratkozások is, illetve párhuzamosan, amit előbb említettem, a középiskolai beiratkozások is lezárultak, tehát már tudjuk, hogy szeptemberben milyen gimnáziumi osztályok fognak indulni a két kerületben, illetve azt is tudjuk, hogy milyen elsős osztályok fognak indulni, mint Kőbányán, mint Rákos mentén. Azt lehet mondani, hogy ami a nagy országos trend, hogy a gyereklétszám valamelyest csökken, az itt is megfigyelhető kőbányán. Rákos mentén ott nem, ott, ott stagnál ez a gyereklétszám. Tehát nagyságrendileg hány tanuló jár a tankerülethez tartozó iskolákba? Hát összességében 11 ezer tanuló, de még ha ezt hozzáveszünk összességben oktatásban, mert ne felejtsük el, vannak nekünk zeneiskoláink is, ott is tanulnak, ugye délutáni foglalkozás keretében, összesen 14 ezeren tanulnak valamilyen oktatási formában ebben a két kerületben. Működnek ebben a tankerületben esti iskolák, vagy igen. olyan munka melletti iskolák? Igen, igen, igen. A Szent László gimnáziumban van esti tagozat, akik valóban munka mellett szeretnék megszerezni az érettségüket. Ennek egyébként milyen tapasztalatai vannak, tehát benépesülnek ezek az osztályok? Igen, igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. Azért legyünk őszinték, hogyha valaki dolgozik nyolc órát, és utána még beül az iskolapadban, azért ott van egy szellemi kihívás. Én nagyon becsülöm és tisztelem azokat, akik vállalják, hogy megszerzik munka mellett az érettségit. de én azt hiszem, aki már elhatározza ezt, tiszt, tudatában van azzal, hogy mit vállal, igen, szép eredményeket érnek el, hogy elvégzik. Mondja, a demográfiát érintette az előbb, amikor országos tendenciákról tett említést, meg a tankerület tendenciáiról is, de hosszabb távon önök előre tekintenek mondjuk néhány évre azzal kapcsolatban, hogy várhatóan, hogy alakul a korosztályos gyereklétszám természetesen muszáj előre tekintenünk, mert ugye van egy iskola hálózatunk, és az iskola hálózatunk abba gondoljuk bele, hogy ha felépítenek egy új lakóparkot, a lakópark általában azt fogja eredményezni, hogy betelepülnek a családok, és ugye a kormány is támogatja mindenfajta kedvezményekkel, sokkal, meg hasonlókkal a gyerek a növekedését, arra nekünk föl kell készülni. Tehát ahol mindig figyelemmel kísérjük a két kerületben az irányokat, hogy hol létesítenek lakóparkot, vagy hol tervezik, mert arra nekünk föl kell készülnünk az iskola hálózattal, hogy meg fog jelenni először persze óvodában, óvoda után pedig nálunk az iskolában az a gyermek, és azt nekünk el kell látnunk. Tehát tervezzük és nézzük, hogy eh, mik a tendenciák. Eszembe jutott eh, éppen azért, mert eh, szoktunk itt vendégül látni a kerületi rendőrkapitányságról is képviselőket, és időnként említést tesznek arról, hogy működtetik, és szerintük jól működik az iskola rendőr hálózat. Ez a szolgálat, ez hogy teljesített az elmúlt évben az önök tapasztalatai szerint? Nagy segítség mindenféleképpen, tehát az, hogy a gyerekeknek olyan sokszor az iskolarendőr, vagy az iskolákkal olyan kapcsolat is van a rendőrségnek, hogy drog, alkohol, vagy bármilyen függőséggel kapcsolatban előadást tartanak, és hogy mik ezeknek a következménye, hogy miért ne tegyék ezt a diákok, és ők hiteles személyek. Tehát ők, el, ők mondhatjuk mi tanárok, és mondhatjuk mi szülők is a gyerekeinknek, de amikor egy hivatalos szemétől, akkor jobban odafigyelnek, és ez szerintem nagyon fontos dolog, hogy megmutassuk a tanulunk számára hogy mi a helyes irány, hogy mit kell tenni, és bizonyos helyzetekben. A diákokról beszélgettünk idáig, a tantestületek helyzete hogy alakult? Itt-ott, menet közben lehetett érzékelni azt, hogy kevesebb volt a tanár, mint amennyire igazából igény lett volna, ez egy jelentős szintet elért? nem, nem, nem ért el. A tankerületi szinte mindenhol megoldott a szakos ellátottság. Természetesen szerintem nagyon jó dolog az, amikor sok kolléga, a tantestületek jelentőség része az hölgyekből áll, és a hölgyek gyermeket vállalnak, ami nagyon pozitív dolog, és értelemszerűen ezeket meg kell oldanunk. Tehát több kollégánk van gyesen, és ennek a pótlása Természetesen megoldjuk, nagyon örülünk, de azért egy picike gondot ezek jelentenek. De én azt hiszem, hogy mindent megteszünk, mi is mindent segítünk, hogy a tanulók a megfelelő oktatásban részesüljenek. Az egész országban az elmúlt esztendőben állandó téma volt végül is a pedagógus fizetések alakulása. Hogy alakultak ezek az ügyek, a hangulatek körül, illetve hát maguk a jövedelmek? Ö, igen, a kormány ugye vállalta hogy a diplomás minimálbér 32%-ához fogja, vagy bocsánatom, ához fogja, ö, bocsánat, -ához fogja ö, emelni a pedagógusok bérét, és ennek az első lépéseként ugye a PUE törvény következtében 32%-os, 32 32,5%-os béremelés ö, zajlott le az év elején, ami igen jelentős ö, volt, és szerintem már érződik ennek a ö, ö, hatása is, hogy ez egy első lépés. Tehát a kormány vállalta, hogy minden évben ez még hozzá fog tenni, és igen igenis szerintem ezzel a pedagógus becsület, a pedagógus elismertség elindult egy olyan fokozatba, amivel ott látszik, hogy már többen is gondolják azt, hogy a pedagógus pályára visszajönnek, vagy ezt választják. Van kitekintésük arra, hogy a felsőoktatásban mennyire népszerű a pedagógus pálya? Csak a statisztikákat látjuk mi is. Azt lá... Illetve onnan tudjuk, hogy a tankerület több iskolája úgynevezett partnerintézmény a tanárképző iskolákkal, akik küldik ki a hallgatókat. És mindig küldenek ki gyakorlatra, rövid vagy hosszú gyakorlatra. És ez azért is szerencsés, mert több esetben ekkor az iskolák, akik náluk van fél évre vagy egy évre gyakorlaton, azoknak, amikor úgy látják, hogy Hmm, ez igen, ez egy e, igazi pedagógus, akkor sokszor úgymond e, el is csábítják, hogy náluk legyen szeptembertől pedagógus az a hallgató. Tehát ez, ez, ez működik, tehát látjuk, hogy vannak diákok. Um, Korábban említette a beszélgetés során, hogy különböző a tankerülethez tartozó iskolákban mennyire Jól teljesített sok diák különböző versenyeken. Általában a tehetség, a tehetséggondozás az, hogy jelenik meg a mindennapokban. Én nagyon vallom azt, hogy minden gyermek valamiben tehetséges. Tehát valami, és meg kell nekünk találni pedagógusoknak, hogy mi az a tehetség. Ez lehet matematika, képzőművészet, sport, bármi lehet. És nagyon sok iskolában működnek a tankerületben tehetségpontok, amelyek kifejezetten az a feladatuk is és céljuk is, hogy ezek a tehetséget felkutassák, és mentorálják őket, és segítség a tavaját. De ez nem csak az iskolai hálózathoz köthető, a körben pedig szakszolgálat is igen fontosnak tartja a tehetséggondozást. Ők is indítanak ilyen programokat, meg mondhatjuk, hogy mindkét önkormányzat, amikor elismeri az ö, ö, a önkormányzat kiváló diákját, szerintem ez is motiváló dolog. Tehát nagyon sok pozitív lépést teszünk a tehetségeknek a megbecsülése szerint, és ebbe a tankerület, a szakszolgálat, az önkormányzat, mindenki partner, és akkor ennek lesz az eredménye, hogy ilyen szép eredményeket érünk el. Kőbányán is nagyon szép eredmények, országos eredményeket érünk el, amikor ö, van egy ilyen diátadó, akkor csak Álmalunk és bámulunk, milyen ügyesek és tehetségesek a mi diákjaink. Köszönöm szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen a meghívást.